diákokat láthatunk, a főnix diákklubok tagjaiért, és Rozsi Vitrát, Viktor, amely egy gyermekuralom, a Szürrealista Komédia első felvonását láttuk tőlük. A rendező Fáhidi Attila. Van egy apám, egy anyám, egy cselédem.
Egy felúszható hadihajón, amit elindítok, lead két lövés, majd visszaúszik hozzám. Saját fogkefél van, piros a nyele. Az apámé a kék, az anyámé a fehér nyelű. Van rendes orrom, van étvágyam. A tekintetem ellenállhatatlan, a kezem üres, mert még kicsi vagyok. Van egy taparék betétkönyvem is, amelyben a keresztelünk napján Oktáv nagybácsi betett 5 frankot. Követelési költségekkel együtt 7 frankjába került az egész. 4 éves koromban kanyarom is volt, de meggyógyultam orvosi beavatkozás nélkül. Azóta nem voltam beteg. A látásom jó, a ítéletem tiszta, és erről a sajnálatos esetről, amit elkövettél, a legapróbb részletekig beszámolok. A családi tanácsnak határoz. Hát nincs jobban, ez igaz, mert ez így minden a helyetben. Nem vagyok kisfiú, és nem vádoltunk magam csak azért, mert ügyetlen voltál, és eltölted ezt az ósi köcsögöt. Hát jó, majd meglátjuk. Fenyegetsz. Ugyan, hát minden a másikat is. Jó, nekem egy ilyen okos és szerint kisfiú, mi történhetett vele egyszerre? Úgy sem értenéd meg. Nem érteted, mert buta vagy, ütősök is paráznak. Én nem vádollak. Miért belép az anyám és meglátja a csinepeket, rögtön rátámad. Te pedig amilyen gyál vagy. Hebeg, mit fogsz? Bocsánat, értesedetben. Ahelyett, hogy elküldenéd a gyönyörű nagy-nagy patikakájába. Vagy szétegessem az anyám. Te hiszen nem az ő anyád. Én nem tudom, mi történik, itt nem értem az egészet. Mindjárt megérted. Én jól lehet, nem így törtem el ezt a vatagot. Még magamra vállalhatnám. Meg is tenném szívesen, csak hogy úgy sem érnék el. Hogy nem? Nem érnék el, mert én még soha az életben nem törtem össze semmit. Se az új süveget, se az ongorát. Ezzel szemben te levetted a fanyórát, a likörös süveget, a teáskának és a kötésüket. Ha magamra vállalnám, az apám azt mondaná. Drága gyermek, menteni akarja a lényét? Az anyám. Vittor, szép dolga be kell mesület, de lényeg fel is úgy, le is úgy. Mivel vennéget lesznek, valószínű, hogy megúszod ennyivel. Láthatod, eltöltöd a vázát, és én semmit, de semmit nem tehetek érted. Ha nem lehetek bűnös, nem is törhettem el, logikus, nem? Hát te tölted el! Igen, de nem tudod rám bizonyítani. Na, persze. Voltaképpen azt is mondhatnám, hogy a ló volt. A ló? Hát persze. Az a bizonyos pati a patikakával. Mondhatnám, ha 3 éves volnék, de 9 éves vagyok is rettenetesen intelligens. Váltam a pohar, amit öltem volna össze. Hát igen, rettenetesen intelligens vagyok. Ne sírjon, Lili! Ne sírjon, drága gyermekem! Kérem, ne sírjon! A feleségem el akarja bocsájtani magát, de a feleségem itt nem parancsol. Itt én vagyok az úr, és a feleségem szeret engem. Na persze, nem annyira, amennyire én szeretem magát. De nem is tudom, hogy a harmadik beállok az érdekében, és már is nyert, ugye van. Te kis szokós bárány! Pásztor leány, te kenyereg életünk! Kenyereg életünk! Már nem megyek, csomagol kis fejek, itt van megörült, a gyerek nem viselkedik így! Nincs is semmiféle gyerek, nem is volt. Rohadt hát, megyek, most már én tudom, hogy egy kifasz. És hogy csak 9 éves, és így érget a szekű palánta. Nyugodj meg, mindig megtartom a figyelet. Maradj. Nem! Te! Te igen! Itt maradsz! Miért maradt fennfőként? Jaj, szépen a kicsom! Összejön a rúgyskára! Hát jó, maradj! Azt hiszed, hogy megfigadsz, te kokos civil! Majd meglátunk, ezért még megfizetsz, annyi gondolok! Nem haragszom rá, Zili. És senki sem fog molesztálni, és tudom. Tudod, rettenetesen intelligens vagyok, és fekedre veled akadtam ma összeesően. Hát igen, rettenetesen intelligens vagyok. Te mit itt vagy? Boldog születésnapot kívánok! Pont olyan vagy, mint Kéli. De képzeld! Mi, mint Kéli, eltölt azt a vázát,
és ezért el fogják bocsátani, mert ráadásul még rám is akarta fogni. És nem te voltál? Hát persze, hogy nem. Ha én lettem volna, nem dicsekednék vele. Ez igaz. Szegény. Felejtsd el! Tudok egy isteni történetet. Elmeséljem? Ja, gyorsan. Figyelj, ismertél Büszét, ugye? Hát persze, hogy ismered. Tudom, amelyik az a nagy gótajár, és összefogdossa a kígyókat. Na, tegnap este kiszöktem bele. Kiírkül? Lirisa, de megdobáltuk ővel és elkergettük. A Markomban tartok. A nővénél várt meg, amíg mehetünk a vásárcsarnokba a kabaréban. Milyen rákig van, Viktor? Vége? Nyugalom. Csodálatos volt. Egy nagy piros függőnevű, ami teljesen volt apró pillangókkal, egy tollasarkú férfi fetrengett a földön egy nő előtt, aki egy kecskén ült és egy hatalmasnak keresztet tartott a kezében. Igen. És közben azt énekelte. Szeret vagy nem szeret, nekem ez egyre megy. Szeret vagy nem szeret, nem ezt a tengemet. Sok adja meg kis kegyet, nekem azt a nagy kegyet, hogy a kecskéjel megyet, ehessem a legyeket. Fenséges! Hát miért szagy már jó asszonyánya, fenséges! Nekünk nincs semmi. Amikor vége volt az előadásnak, hátra mentünk, és beestünk a konyba alá. Jó, és mit láttatok? A tollas arcú férfi a hátán feküdt, és szokta a kecske tölgyét. És előtt? Nekem is el kell mesélni valamit. Na végre. Hogy jön a végre? Nem sem csak úgy mondtam. Hasonlít a tiédhez? Bohátul tettél a fülembe. A papányról van szó. Állj-ha! A mamámról. Nagyság, bícsak! Manyó asszony, a Szent Terész! Nem mondom el, hogy ki nevezd! Jaj, de hogy nevezzek! Csak hát azt mondhatod, hogy hasonlít a két történet, és én magam elé képzeltem a mamádat, a papámat, meg a kecskét! A mama kérdezőte meg talomban, és a szülő valójában játszottam, a különböző mamát futáztam. Gyűjtenem kérdezőt mondtam neki, de nem akartam. Akkor csöngettem. A mamám felugrott, én meg feljel előre a földre. Erre a konyám rám kiáltott. Nem, hogy ilyen, te hülye! A hügyalkém vagyok, és pé, ú, nekem az képzőfon. A gyűrűvel az ujján? Persze, végig kapszolta az arcomat, de a fülolja a makomba maradt, mikor kicsit az apám. Pontosan. Ne! Feküdj le! Én nem vagyok álmos! Ha én valami illik lehet, hogy nem. És sokan járnak hozzátok? Nem, de Pomerul. Az apám. Szép ember, ugye? Szép, de te teljesen gyupasz. Úgy érted, messze lenn? Dehogy, csak az arcnak a keze. Ó, de van, na, folytos. Szóval maradok. Erre oldalnak egy mesés könyvet nyitottan ők. Én jól napot Károly, napot Teréz. Hát emlékezes hangytalunk, hol marad? A papán. Lejutnak egy kanapira, szorosan egymás meg, és a következőket hallottam. A mamám. Kikosság, úgyis kemne izé, a papán. Csirkehús, csirkehús, az anyám. Ne csinálj, csörökjön, kibogok, vagy valami hasonló. Engedj be, az enyém. Mert a könnyen bármikor beléphet, a tiéd, az a legyen szaparádé. Már alszik. Hát akkor ennyi van biztos vagyok. Kiderem, hogy nem lőtt lesz volna. Ennyi az anyám. Na, és aztán? Aztán bejöttek apám Halloween-ben, oda vett a kanapit, és azt mondta, nem érzel jól magam, én sem! Mire a papám oda kérdett a lábaihoz, és üvölteni kezdett a rúzokat. De! De fia terén! Hát mit fia terén, jó páten! És mivel a borokat rágyom vele, hogy ellentudjon, a mamám kiment és kinyelent. De maradt életbe! Hiszen már mindent kipróbáltam. Az ülőt, a vasat, a sarnót, a kalapácsot, a tollat, a gőzszerbe, a szerelmet. Most éppen a szerelmet. És ott van még a papám hegymászó bakancsa is, meg a tisztességes nő kerényen, amit hálaszobába szokás nevezteni. Nem. Egyszer volt,
Sajnos azt mondtam neki, hogy ez nem váza, hanem faci tojás. És miközben hátat fordítottam, ő feltörte, hogy megnézze van ebben kicsi faci. Mi a mi persze nem mit volt el. Persze, hogy nem, most lehetett, hogy beugorja a hülye veségnek. Egyszer gyere ide. Nem hallottad? Azt mondtam, gyere ide. Azt akarsz, hogy én nem? Tessék. Bocsánat, asszonyom. Lehúzta a gyűrűjét. Vitor, mit avatkozol? Tudták, hogy ennek a kérdésre egyszer adták a brilliáns. Igazán az álló barátnő. Ez egy kis szakunk volt. Nagyon eszemtelenedett. Istenként, Terész, én vagyok a hibás. Nem kellett volna azt mondanom Viktornak, hogy a váda olyan, mint a lótojás. Nonál is inkább, mert ezek a vázák sokkal törékenyebbek, mint a maga gyűrűje, vagy mondjuk a fülbevalója. Nem, mit ne az Higgyel azt, hogy a mester eléggé megbőrött. És mivel ma van a szerep és napok, kell mosásson meg neki. Bravo, Viktor! Csókolja meg a lánya Feriz, és felejtsük el az egészet. Majd én rendezem az ügyet. Hát a kis
markotányos lány is itt van. Legfeljebb katonai hozott a Massachusettsból. Éjjel a főkonzul! Szép markotányos lány, rotatatam, a törökával, rotatatam! Örülök, hogy mindjárt ilyen jó szívben vagytok. Főleg te, Károly! Bocsi, de olyan sávon voltál. Hogy csak öreg? Hogy te szerelmes? Nem állt ennek, csak tépában. Kedves Emilio, magas keresel, és nem gratulálhatok. Hogy jön nekünk ezt a csődök tétet tartani? Tegyen például dolgozni? Na, gyerünk tölé! Most utána meg nyúl a húzába! Nyom már, szűzzál magad, meg a többi! A csinálást, az új rizga, a törzsöny! És tudod a legvégén az a tuppantás! Na, gyerünk rajta! Te nem ilyen könyörök, hallgass! Gyere és ülj le, nyugodj meg! Ó, köszönöm a jóságutat! Majó bácsi, te kurva anyád! Majó bácsi, mit akar kisfiam? Azt akarom, hogy mesélj valamit! Bátentából! Baszer! 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 Született Versailles, 1811, február 13-án. Meghalt Madrid, 1885, szeptember 22-én. Afrikában képezték egy tisztek, 1850-ben elvezetett. A krimi hagyaraton dandárt vezetett, és ügyészségét soron kívül hatos tájtáborokra lépették elő. A porosz-francia háborúban gyalázatos árulóként viselkedett. A csehvi 170.000 és 400.000 ágyú a porozok kezére játszotta. A haditörvényszék 1875. december 10-én lefokozása és halálítélte. De a felesége segítségével megszokott a börtönbe és Magyarországba menekült. Jába, hogy jól tegyél! Biztos árul vagy! Biztos árul! Róla szóló irodalom, Bázel és a magyar test, Bázel és a kapituláció, az igazság a Bázelegyről, a Messi generális, a Bázelegenda. Főnék igen is szerette a Bázel szó dicsében. Tudom, hogy egy tisztetát is megtalálni, csak többi. Micsoda szégyen, micsoda szégyen. Ugyan Ferész, de hogy is, így el nagyon élvezt. Na, de Károly kérdez szépen. Köszönöm, Mányó bácsi, köszönöm. Most már elég egy emikor. Te szántszándékban bosszantod Mányónat. De hiszen éppen Eszter mesélte, hogy Bázen a kedvenc témája. Hát én csak jót akartam. Szóval te is te vagy a udas. Gyere ide! Oké. Különös vagy a gyerek. Nem gondolod? Szó sem értem az egészből. Mert hogy az a betegsége ragályos. Ahogy Viktor viselkedik. A távol, a legjobbkor. Asszonyom. Asszonyom. Jó estét, Károly. Jó estét, Magyar. Szervusz, Viktor. Már megint nőttél, mi? Ma holnap igazi felnőtt leszel. Sajnos. Hogy sajnos? Mi az, hogy sajnos? Nem semmi, csak úgy mondtam. Az ember semmit sem mond, csak úgy. A magasságot? 159 cm távolnak úr. A vértesekhez? Vértes után szarunk belőle. Igazán kedves távolnak úr. Még hogy én? Kedves? A felé. Durva fokoz vagyok. Az is róla. Á, a válsi gyűlölt. Jó estét, Eszter. Szóval te nem szeretnéd, ha a durva fokoz vagy. Na jó, mit szeretnél? Mi legyen? Tábornok! Ne hagyd tábornok! Mi a szöcske? Megtiltom, hogy nyilvánkot hallottam. Hát kérdés érdekel engem, mindenki tábornok ha ez. Már hogy nyilván? Milyen volt a kikacs? Múgy a tábornok. Ismertem maga a bázét? Nem tudom! Kérem, súlyos lehet. Megfogadod? Húgyuli, Thank you.
anyukám, imádom apukám, valamint a tábornok úr, Manyó bácsi és Manyó néni egészségére ürítek. Never.
És akkor nyilván kellett állat, hogy ő is szavajra kívánok. Na, most te kell kéne. Ugye ezt te kéne? Igen, baba. Egy kéne kéne! Jújújú, a köpülő, a teljes köpülő, lépbe csalta a cicát, mint egy mindent bögüle. Jújújú, a hegyes, mint hozzákapja a bárgyát, szépvágja a burgonyat, légy szívét mája. Jújújú, nyaj bele a szépen köpülő. Ja, igen, jó, hogy mindig! Ha megkérdezem, azt mondták, hogy ne kell kérni! De itt megígértem, tiszti
Mi becsület szavára? Viszont ezt nem azonnal kérdezni már, gyerünk! Nem, nem, majd a valóság! Gyere, mi portia! Viszont egy gyújtom a kérdés! Vízi bácsi! Fogos! Gyakorlás már a kereskedve látom! Önjétek a kó! Önjételó! Önjételáló! Ho-ha-ho! Úgy! Na! Lépjétek! Jól van, 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 j